Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Resident Evil 2 Remake végigjátszás sorozatom 29. részében. Én Peti vagyok, és akkor, ahogy ezt ígértem, most így az Elden Ring 4. évad per fejezet után elkezdjük Claire Redfieldnek a second run-ját, ezzel pedig lezárva a Resident Evil 2 Remake-nek a úgymond a fő történetét, a fő kampányát. Úgyhogy kezdjünk bele hardcore nehézségi szinten, aztán meglátjuk, hogy mennyire fogok küszködni. Indítsuk el a dolgokat szerintem. Itt most úgyis lesz egy csomó vágott átvezető, mint ahogy Leonnak a second run-jában is volt, aztán addig az alatt el tudom mondani, hogy mi a helyzet, srácok. Úgyhogy kezdjük. Igazából ezeket már láttuk. Csak most ugye ez ugyanúgy össze van vágva, mint Leon esetében. Tehát itt szerencsére a benzinkúton most nem kell bénázni meg semmi ilyesmi, hanem majd egyből a rendőrségen indulunk. Na, annyi a lényeg igazából, hogy ahogy ezt egy posztban is írtam egyébként, a kontrollerem az előző az tönkrement, úgyhogy vennem kellett egy újat, amivel igazából semmi baj nincsen, mert egyébként is ragadt már rajta a B betű, vagyis hát az Elden Ringben a Dodge gomb tulajdonképpen, szóval ezzel nincsen baj, hogy beruháztam egy új kontrollerre. Ami sokkal nagyobb gond az az, hogy az Xbox az nem csatlakozik valamiért normálisan az internethez. Tehát, hogyha mondjuk YouTube-ot akarok rajta nézni, akkor az full esélytelen. Az, hogy letöltök rajta dolgokat, az megy. De úgy ilyen nem tudom, ilyen folyamatos internet kapcsolattal ezzel valamiért küszködik egyébként a box most valamiért. Nem tudom, hogy a routeren elment valami beállítás, vagy a tököm se tudja, de az a lényeg, hogy küszködök vele. Nagyon jó, és akkor a alternatív outfitek azok be vannak kapcsolva a karaktereknek. Leon, I'm sure you beat me here. Leon, gondolom, hogy itt majd utol fogsz engem érni, biztos vagyok benne. Na hát, és ez Claire-nek pedig az eredeti Resident Evil 2-es újra gondolt kosztüme elvileg. Így van. Na szóval, még itt mielőtt itt nem belevágnék egyébként, tehát az irányítást azt amúgy is szoknom kell, Elden Ring után mindig, tehát ezt tudjátok, hogy így van. Szóval, igen, össze kell magam egy kicsit szedni, szombat reggel van, 6 óra 32 perc, ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert egy másfél órája keltem kb. Megpróbáltam jól átszellőztetni a lakást, hogy ne legyen olyan meleg, meg mit tudom én. A múlt hét egyébként időjárás szempontjából tök alkalmas lett volna a felvételre, csak hát ugye hétköznap nagyon nem tudok felvenni, mert dolgozok. Tehát napközben egész egyszerűen nem vagyok itthon. Meg hát nyilván éjszaka azért le kell feküdni, mert másnap munka van, meg mit tudom én, tehát azért nem az van, hogy hétköznap is korlátlan ideig tudok úgymond felvenni. Úgyhogy most megpróbálom ezt a szombat reggelt megragadni. Mert azt mondják, hogy... és azt olvastam, hogy elvileg vasárnap már megint kánikulára kell számítani, szóval... ja, most azért is tettem ki a múltkor ezt a posztot, mert biztos voltam abban, hogy... hogy most úgymond akadozni fognak a felvételek, meg ritkábban fognak majd jönni az új videók pontosan emiatt. Tehát ezt az augusztusi hónapot, ami előttünk áll, ezt még valahogy át kell vészelni. Majd megpróbálok ilyen, tényleg ilyen vasárnap, ilyen hajnalokba felkelni, mikor azért már valamilyen szinten feljött a nap, de még nincsen túlságosan meleg. Jól átszellőztetni a lakást, és akkor hátha azért nagyjából folyamatos lesz a videóknak az elkészülte, úgymond. Most csak azért szaladgálok itt a sötétbe egyébként, hogy szokjam az irányítást. Meg a kamerát is, meg minden, mert mondom, tehát azért egy Elden Ring után ezt szokni kell.
egy second run-ba itt ugye már zombik lesznek egyből, amint felveszem a láncvágót. És továbbra se látok semmit se. Jó, de egyébként ez a játéknak az alapbeállítása nyilván ilyen sötét van. Tehát én most azért, hogy könnyebb dolgom legyen, nem akarom, ez zárva van ez az ajtó, ide kell a láncvágó értelemszerűen. Nem akarok azért. Becsapódott a helikopter. Tehát nem akarok azért a fénybeállításokon változtatni, hogy most nekem könnyebb legyen. Piros növény. Van itt van kék növény is. Kérdésem, hogy zöld növény van-e? Lehet, hogy egyébként nincsen. Már nem emlékszek rá. Aha. Itt egy rohadék. Még egy rohadék. Itt van maga a láncvágó. Hogyha azt felveszem, akkor itt beindulnak a dolgok. Nyilván ehhez kell a kulcs, ami a láncvágó mögötti kis szobába van. Jó, szerintem nincs itt már semmi. Úgy emlékszek. Itt volt egy Raccoon figura. Annó. Jó, szerintem semmit nem hagytam el, szerintem. Visszajövök ide, akkor valószínűleg itt is kék lesz minden. Aha. Itt meg gondolom, akkor a láncvágót jelzi. Úgyhogy menjünk. Na, szóval ezek vannak egyébként, hogyha a múlt hét az tök jó lett volna egyébként. Felvétel szempontjából, mert az időjárás az nagyon kedvező volt, de hát nem úgy alakult. Nem tudom, olyan hülyén. Á, most a szakállam valamiért. Claire! Pedig kifésültem, baszki, na mindegy. Okay. Claire! It's so nice to see you. How are you doing? Kíváncsi vagyok, hogy itt az elején hogy tudom őket kikerülni majd. Mert egyébként nagyon nem érzem, nagyon álmos vagyok még, meg mit tudom én. Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Na, és damn akkor kezdődik a second run. You know what that means? Yeah. Dinner time. De olyan kurva jól meg van csinálva, hogy ahogy csillog a bőre az esőtől, meg mit tudom én. Claire, you need to go. Now. Hey, let's get through this. Both of us. Aha. Majdnem. Jó, az elsőre nem is volt olyan rossz. Na, azt mondja, hogy van itt nekünk a kulcs. Courtyard ki. Ez kell nekünk ahhoz az ajtóhoz. Itt ugye second run-ban Leon normál esetben átöltözik rendőrruhába. Van itt nekünk egy gránátunk. Quick draw army. Na hát itt ugye Leonnak is volt egy izéje, ha jól emlékszek, egy más típusú kézi fegyvere. Second run-ba, hát most Claire-nek is lesz. Ilyen hat lövetű fegyver ez tulajdonképpen.
Egyébként kurva jól néz ki maga a fegyver, meg amúgy én szeretem is. Tehát most itt nyilván az a kérdés, hogy fogok-e tudni vele cél, nem hogy vele, hanem úgy hogy egyáltalán a játékban mennyire leszek béna célzás ügyileg. Deluxokkal továbbra se foglalkozunk, ezt le is rakjuk a tök faszomba, mert ehhez nem fogunk lőszert találni ebbe a végjátszásba, az SLS 60-hoz, ezt csak készíteni fogunk tudni. Ugyanúgy, mint a Leon Secondramban, nem tudom, ugye van neki alaphangon a Matilda, meg talál valami másikat. Nem tudom, mit talál most így nagy hirtelen ugye ő Secondramban, de nála is az van, hogy megtalálja a dolgokat, és akkor jó neki minden. Itt még menteni nem is tudok mi. Itt vannak hozzá a lőszerek. Mármint ez a Quick Draw Army-hoz. Itt vannak a lőszerek, ilyen nagy kaliberű 45 faszom tudja milyen lőszerek ezek. Ezt fogjuk tudni hozzá használni. Téged átpakolnálak a ide fentre. Nagyon zombi... Aha, mert itt van a kis köcsög. Az a baj, ez most bekempel ide. Akkor ez szerügy lesz. Hol lesz a legközelebbi elmentő? Azon gondolkozok, hogy ezt a szart, ezt kombináljuk össze. Mert ez szerintem kell majd. Ha ez bekempelt ide ez a faszkalap, nem fog tudni tőle kimenni. Az baj. Hol, azon gondolkozok tényleg, hogy hol lesz az el... Tehát bemegyek. Láncvágó, és akkor elke... Hát! Faszom se tudja. Jó, innen felvettünk akkor mindent. Nem jó, geci. Jó, igazából ezt direkt így akartam, mert tudtam azt, hogy el fog csípni, de így, hogy felrobbant a faszopó szájába, így leszette rólam. Jó. Oké, fájnul vagyok, ez a kulcs, ez már nem kell. Hú. Van itt nekünk bord. Igazából itt egy lőszert se használtam el. Jaj, de jó, van itt nekünk még lőszer. Nem tudom, hogy ide megpróbáljak-e amúgy. Sokat segítene. Mert ott van a izének, a lockernek a... Na, csak egy zombi, két zombi. Hát, nem tudom. Nem kockáztatok. Nem kockáztatok. Ezt viszont mindenképpen felvesszük. Itt be fog jönni egy az ablakon, az biztos. Az annyira 100%, mint hogy... Úgyhogy... Itt meg itt van ez a nyomorult. Jó, és akkor itt van az elmentő.
Most megpróbálok kicsit megfontoltabb lenni. Meg mondjuk kommentárba mondom, tehát most keltem fel, lehet, hogy nem vagyok annyira összeszedett. De igyekszek. Jó, a láncvágót az mindjárt úgyis... High grade, nagyon jó. Leonnal nagyon próbáltam rohanni egyébként, hogy minél hamarabb folytatódjon az Elden Ring, és hát nem lett jó vége. Jó, meg hát a Leon kampány az nekem mindig egy szenvedés, mert... Tehát én Claire fan vagyok, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát, hogyha a kettőjük közül választani kell, akkor inkább Claire. Sem mint Leon. Ettől függetlenül mondjuk az nem azt jelenti, hogy a Rezi 4-ben nem szeretem Leonnak a karakterét, legalábbis a remake-be. Kell-e ez nekem, ez a Mixed Herb? Vajon... Ott az a zombi, az nem fog tudni deszkázni, mindenképpen bejön, de viszont az East Office-ból meg el kell deszkáznom egy ablakot, szóval ez marad. Electric part. Hát, lerakjam. Na, megkockáztatom, hogy lerakom. Na, akkor ezt itt... Ja, itt van egy kés a falba. Meg itt van a izének a... Az Elliotnek a tépet naplója. Jó, hát én ezt... Mentsünk egyet. Nincs abba semmi szégyen, mert ez most ez a kezdés, ez jól sikerült. Mire mentsek rá? Erre rámentek, erre az assisted szarra. Na, oké. Innen felszedtem. Jó, ablakokat szépen jelöljük meg. Bár ide a büdös életben nem fogok visszajönni Claire-ként, szóval itt nem deszkázunk semmit, csak... Oké. Nagyon jó. Így van, tehát... Most itt én, amint elmegyek erre, ez be fog jönni. Kérdés, hogy... Mondjuk, hogyha jól csinálom, akkor... Akkor el tudnék menni mellette, nem? Na, biztos, ami biztos. Egy gyakorlásnak igazából jó. Oké, ez gyakorlásnak mondjuk megtette. Jó, nyissuk ki ezt. Igen, tudom, 20 perce megy a felvétel, srácok, és még... Na, ezt nem így akartam viszont. Oh no. Szeretem úgy ezt a Quick Door-mit, mert... Jó. Ilyenkor, amikor ilyen kegyes velem a játék, akkor mindig elgondolkozok, hogy biztos, hogy hardcore-on kezdtem el, de hát... Incribonnal lehet csak menteni, szóval hardcore-on kezdtem el.
Van a izébe is egy első segélyspray a budiba. Csak sose tudom, hogy melyikbe. Itt. Jaj, de jó, hogy itt már ezeket Lionel intézte. Így be tudok jönni ezért. Nagyon jó. Na, ide elhasználjuk a biztosítékot. És akkor ki tudunk jönni ide. Ami ebben a végigjátszásban, ugye Second Run-ban kifejezetten nem biztonságos terep. Nice. Anybody here? Nice. Hát anybody here? Hát itt van az átváltozott Marvin valahol. Meg itt van még egy-két társa. Nem elég, Claire. Na, amúgy egyébként, ha ügyes lennék, akkor még ebbe az East Office-ba se nagyon kéne egyébként, mert egész egyszerűen nem fogok visszajönni már erre a szárnyra. Tehát, ha nagyon ügyes vagyok, akkor ebbe, még ebbe az East Office-ba se kell nagyon. Ó, a kurva anyádért jöttél te ide. Mármint deszkázni, arra gondoltam, igen, még reggel van, álmos vagyok, még gyakorolnom kell, hogy elkezdett gondolatokat, azokat be is fejezzem. Nem csak most azon gondolkozok. De nem lesz addig izé, tehát mondd rám, hogy lerakom addig a láncvágót, és akkor van egyet több szabad helyem, de nem lesz a, hát nem lesz addig izém. Nem lesz addig elmentő szoba, vagy meg ládika, ahol fel tudjam szedni, szóval ennek maradnia kell mindenképpen. Mi van oda bent? Oda bent van a tekerentyű, van bent pisztolylőszer, van bent villanógránát, van bent inkribbon. Á, túl kevés a helyem. Tehát hiába raknám le mondjuk a deszkát, meg a izét. Így is úgy is vissza kell jönni. De akkor már hagyj szedjek már fel egybe mindent. Legalábbis megpróbálok. Jó, megy a felvétel. Remélem hang is van, minden van, mert... Jól beállt az ajtóba a geci. Na, mert ugye nekem ezt kéne bedeszkáznom, de sürgősen. De leraktam amúgy a deszkát, szóval... Jó, ez annyira nem fontos most. Ez fontos.
Jó, remélem, hogy arra mondta, hogy Bastard, aki veri az ablakot, nem valami másikra. Jó, most őt itt beengedtük. Jó, gyorsan mielőtt bekerítene ide. Jó, tiszta. Nem kell többet ide visszajönni. Szevasz. Viszont vissza kell mennünk a láncvágóért, meg a anyádat. Geci, nem áll. Kapd be a faszt, Elliot. Jó, szerintem így is úgy is el kell intézni, mert be fog ide jönni. Jó, ez nem, nem. Ezt is felvehetjük később. Bízok benne, hogy nem lesz rá szükség a liker miatt. Hol van, ami nekem kell? Nekem a izé kell, kifejezetten láncvágó most. Jó, próbáljuk meg. Jó, second run-ban már eljutok a Dark Room-ig úgy, hogy nem esik nagyobb bajom, meg nem történik nagyobb pazarlás, akkor én már azt mondom, hogy jó voltam így az első részben. Az oké, hogy itt van Elliot. Lenne jó látni, hogy hol van a spanunk. Jó. Fú, gyerekek. Ez mindig tud meglepetést okozni ez a játék, baszki. Akárhogy is. Ezért viszonylag jól le van programozva. Na várjál, ott van Marvin. Nézzük meg ezt. Igen, itt már barátunk is aktív. Tyrantosaurus Rex. De szerencsére, ameddig a Stars irodát nem közelítjük meg, addig ő nem fog úgymond tehát aktívan üldözőbe venni minket, csak hogy már itt van az épületben, úgy mondom, hogy aktív. Jó, gondolom. I think. Marvin, ő milyen pozíció, olyan pozícióban ledzik, hogy... Ezt meg kell tisztítani, ezt a terepet. Jó,
első golyó, ami mellé ment eddig, az annyira nem. Köszönöm. És akkor még az emeleten is van egy gyökér, geci. Jó, megvan a másik fele ennek a fosnak. És ő engem ott meglátott. Na, lejössz még ma, vagy mi lesz? Nem, akkor én megyek fel. Imádom ezt a fegyvert amúgy. Jó, még a késemben van egy nagyon pici. Leonnak a fegyverére már nem is emlékszek, hogy az övé mi volt egyébként, és most játszottam végig néhány hete vele a játékot. Ja, de az first run volt, várjál már, akkor azért nem emlékszek. Mit kap ő a second run-ba, ami nem Matilda? Már nem is tudom. Fogalmam nincs. Jó, van itt nekünk zöld növény, de ez most nem kell szerintem nekem. Zárva van. Itt van a kis szórólap, amiből kiderül, hogy a rendőrség régen múzeum volt, és abból alakították át rendőrségé. Ennek a kódját nem tudjuk. Úgyhogy ha tudjuk, emlékszünk rá, akkor eljátszunk a gondolattal, hogy nem tudjuk. De nem, tényleg nem tudom egyébként. Régen a West Office-nak, a széfjének a kódja fejből is ment nagyon sokáig, de most már nem. Ezt meg kéne fejteni. Várjál már. De akkor ez miből derül ki? Hogyha ez ilyen... Mert jó, ott az unikornisnál mondjuk éppen látszik, hogy meg a másik. De az oroszlán az miből derül ki? Akkor. Jaj, de jó, egy kis töltény. Miért van olyan zene, mint hogyha veszélyben lennék? Jó, azt a növényt azt egyelőre ott hagytam, mert... mert nincs rá szükségem. Ezt is itt fogom egyelőre hagyni. Itt, ha meg ügyes vagyok. Ez Claire, jól láttad.
Nem nagyon fogok már ezen a folyosón járkálni. Meg mondjuk deszka sincs nálam, szóval totál mindegy. Nem, úgy. Jó, nálam van a láncvágó. A feljegyzéseket most már tényleg abszolút nem fordítgatom, mert olvastuk mindet. És akkor first roundban normál esetben, mivel nincs meg a láncvágó, ezért ott másznánk ki. De most mivel megvan a láncvágó, ezért itt már ezt el is tudjuk használni. Felszabadul egy hely az eszköztárba. Illetve már most hozzáférünk a izéhez, a detonátorhoz. Így van. Ami ez az elem, az továbbra is a Stars irodában van majd nekünk. Kepa locker roomnak a kódja. Hát ide igazából fogok még jönni. Nem, tehát majd begyűjtöm a növényeket, csak... Mert ugye most nekünk a izét, a record roomot Claire-rel majd innen kell megközelíteni. Így van, ez most így egyből nyitva van nekünk. Megtisztítjuk a terepet, az egyértelmű. És akkor szerintem nagyjából a Stars of Waze-be a Dark Room-ba el tudom majd menteni. Hát nem tudok késelni, mert mindjárt eltörik a faszba. Aha, eltörtem. De viszont ő már kiiktatva. Őt is ki kell iktatni, mert amint bemegyek a izébe, a safety deposit roomba, ő azonnal felkel és rám veri az ajtót. Akkor a kurva anyádat. Nem valami jó hír. Igen, egyedül ez a izé ebbe a fegyverbe, hogy ezért 6 lövet ült azért újra tölteni. Nem tudom, hogy bízzak-e benned. Hát nem akartam rá kettőt ellőni. Jó. Ha őt egyből betöri az ablakot, azzal nem tudok mit csinálni. Bazd meg. Köszönöm. A faszba. Igen, second run. Na gyertek. Jó, hát azért most már pazaroltam néhány lőszert sajnos. Köszönöm, imádom ezt a fegyvert továbbra is. És akkor még te vagy kérdéses, ugye?
Jó. Jó, oké. Azt felvetjük, úgyis itt van az elmentő. Jó, ez így első résznek szerintem amúgy adja. Kombináld össze. Jó, itt tiszták vagyunk. Nem tudom, jó, biztos óvatosabb is vagyok amúgy, de Claire-rel valamiért nekem jobban megy ez az egész. Ezen gondolkozok, hogy kell-e. Szedjünk itt fel mindent. Igen. Jó, hát az inkribonokkal szerintem nem lesz nagy baj. Ez egy feljegyzés arról, hogy a különböző színű gyógynövényeknek milyen gyógyító hatásai vannak. Ja, hát még a izébe benézünk a safe deposit roomba. Szerintem meg a... Ezeket addig le is rakhatjuk. Azt mondja, hogy 106, az biztos. 109 talán. Talán ennyi. A 102-eset nem tudjuk, 103-asat nem tudjuk, pedig örülnék annak a késnek. Itt van a film a szoborról. Ami igazából nekünk annyira nem szükséges, csak ilyen maximalista fasz vagyok, hogy minden végigjátszásban szeretek mindent felszedni, meg mindent megcsinálni. Ott van bent a gránátvető a tüzes töltetekkel. Ha az elején megmertem volna szerezni a izét, a... Itt egy feljegyzés arról, hogy kellenek a pótgombok. Szóval, ha az elején megmertem volna szerezni a kulcskártyát a izéhez, akkor most már lehetne gránátvető. Itt van arról, hogy a különböző típusú puskaporok kombinálásával milyen lőszertípusok gyárthatóak le. Na, azt mondja, hogy igen. Igen. Azt mondja, hogy ja, igen, erre emlékszek, hogy ez Ned volt, talán. Igen. Ez meg MRG. Nézzük, mi van ebbe Claire számára. Ja, hát az SLS-nek a gyors tárja, nem baj az. Egyébként, mert... Az SLS is jó szolgálatot fog még nekünk tenni, amint lesznek hozzá ilyen erősebb magnumszerű töltényeink. Ott van a safe, aminek a kódját még nem tudjuk. Csak hogy ezt a termet én szeretném megtisztítani. Kár, hogy téged nem tudtok szétkéselni, mert nincs késem. What the hell is up with you?
Remélem rendben vagyunk. Te vagy még egy igaz ember. Csak voltál, barátom. Jó, ez eddig nagyon jó. Hát mellé lőttem néhány golyót, de ahhoz képest ez most nagyon jól megy. És 46 percnél vagyunk. Most megyek, mentek egyet. Jó, igen, recepción ott hagytam egy izét, ez mindegy. A növényeket azokat még nem szedegettem fel. Csak azért egy kicsit dinamikusabb legyen, ne kelljen ládáhotól ládáig szaladgálni. Nem tudom, folyton össze-vissza mindig. Ezt a filmet hívjuk szépen elő. Majd pedig mentünk egyet, és akkor megköszönöm mindenkinek a figyelmet. Remélem azért annyira nem érződik még, hogy nagyon reggel van, bár azért már most kezdem érezni, hogy egyre melegebb van egy amúgy. Hát mindegy. Próbálkozok. Jó lenne egybe felvenni amúgy ezt az egészet. Na, minden esetre én szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmeteket. Remélem, hogy tetszett a videó. Amennyiben így van, kérlek titeket, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek volna meg. Írjátok le véleményeiteket, illetve észrevételeiteket a komment szekcióban, bármivel kapcsolatban. Kövessetek be Facebookon, Instagramon, TikTokon, és találkozunk a következő részben. Én Peti voltam. Sziasztok!